Tiszteletet adok a mestereknek, és valamennyi társamnak. És valamennyi társamnak. Soha nem élek vissza. Soha nem élek vissza. A taekwondo tudásommal. Ünnepélyes esküt tettek az Aliszka Taekwondo Klub azon sportolói, akik övvizsga előtt állnak. Az egyesület a Tolna megyei Szálkán tölti szokásos nyári edzőtáborát, és mint mindig ilyenkor kerítenek sort az övvizsgára is. Most az alacsonyabb övfokozatú fiatalok mutatták be az eddig szerzett küzdősporttudásukat. Általában egy évben 3 övvizsgát tartunk. Nyilván a Covid az elmúlt években egy kicsit bezavar, de általában decemberben, karácsony előtt van egy tavasszal, és így nyáron az edzőtáborban szoktuk a 3-at megtartani. A korosztály az vegyes, de most alacsony öveseknek tartunk övvizsgát. A legmagasabb övesünk jelenleg zöld csíkos, úgyhogy ez még azért úgy az alacsony övhöz tartozik. Tehát itt még olyan iszonyatosan komoly technikákat, töréstechnikákat, önvédelmet nem kell bemutatni, az alapokat látjátok most a háttérben, Hegyessy Dóra két danos vendégedzőnk vezényletével. A vizsga az elég komplex, és nyilván ahogy megyünk előre az övfokozatokban, egyre komplexebb, tehát egyre több mindent várunk a sportolóktól. Most, amit a háttérben látok, ezek az úgynevezett bázis technikák, ezek az alapok, erre épülnek a formagyakorlatok, azt is fogjátok már reményeim szerint látni. Kell küzdeni az övvizsgán, mivel itt picikről van szó, ezért még úgynevezett no-contact küzdelem lesz, tehát nem érnek egymáshoz, úgy fognak küzdeni. Versenyen természetesen ez nem így néz ki. Magasabb fokozatra önvédelem, törés technika is szerepel, egyéb gyakorlatok, és nyilván nehezebb technikák. Az elmélet az mindig részt az övvizsgának, hiszen ez nem csak egy küzdősport, hanem harcművészet, tehát fontos az, hogy a sporták történelmét is ismerjék a tanulók. Mozogtál, mozogsz, és bemész, aztán visszaálltok. Nem mumbolkodsz vissza, mert megrúgtad, hátra mozogsz. Ezek már az edzőtáboron készült felvételek. Böröci Botond, az újpesti torna egylet szakosztályának vendégedzője mutatja be épp a csapatnak, hogy a következő feladatban mit kell csinálni és mire kell majd figyelni. Rácz Petra mesterrel már sokszor beszéltünk arról, hogy sokkal szorosabbra kéne fűzni a közös munkánkat. Ennek érdekében megkért, hogy jöjjek le az edzőtáborukba vendégedzőként. Mivel az én fő profilom inkább a küzdelmek világa, így küzdőtechnikákkal próbálom segíteni a tanítványai munkáján. Az előbb is ugye először az alaptechnikákat, hogy ráhangolódjunk a küzdelemre, illetve hogy sokkal bonyolultabb technikákat tudjanak majd végrehajtani, kell egy kis átmozgatás. A küzdelem világa egy nagyon érdekes világ, mivel nagyon sok tényezőnek kell megfelelni ahhoz, hogy egy sportoló jó lehessen a kirogiban, tehát a küzdelemben. Mindenki jó benne, tehát hogy alapjáraton tényleg mindenki jó taekwondós, mert a taekwondo az a sport, ahol mindenki saját magát adhatja, és mindenki a saját maga taekwondóját művelheti. És én úgy gondolom, hogy minden tanítványa a Petra mesternek nagyon tehetséges, és én semmi újat nem tudok mutatni, mert mindent tudnak. Én annyit tudok tenni, hogy még egy kis tüzet adok nekik. A küzdelem nem szól semmi másról, csak aki jobban akarja, aki jobban elhiszi a páston, hogy ő képes rá és tudja, az meg is fogja nyerni a küzdelmeket. Én leginkább ezt szeretem átadni a saját tanítványaimnak is, meg bárhol, ahol vagyunk, hogy tisztelettel, de mégis megfelelő akarat találjunk oda a páshoz.